2013 első negyedévében is várhatóan izgalmas lesz az amerikai költségvetési vita, ez nagyban fogja befolyásolni a tőkepiaci árfolyamokat. A közben a világgazdaság növekedése bár nem egyértelműen pozitív, azt lehet mondani, hogy a változás, az irány az inkább jó irányba mutat, kedvező az elmozdulás. Közben a tőkepiacokról azt tudom elmondani, hogy itt a hangulat különösen pozitív, a német vagy az amerikai tőzsde 5 éve nem látott magasságokban tartózkodik. André Kosztolányi mondta azt, hogy a tőzsde és a gazdaság olyan viszonyban van egymással, mint a kutyus és az őt sétáltató gazdi. A kutyus néha előre szalad, néha lemarad. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy a tőzsdék előre szaladtak, megelőlegezik az optimizmust, megelőlegezik a gazdasági növekedést. A magyar pénz- és tőkepiacokon már az év elején az van a figyelem középpontjában, hogy ki lehet az új jegybankelnök, és milyen új elképzelésekkel, milyen tervekkel érkezhet majd. A reálgazdaság teljesítményén az látszik, hogy ahogy a 2012-es évet recesszióban töltöttük, nagyon kicsi az esélye, hogy a gazdaság 2013-ban kilábal a recesszióból. Mind a külső, mind a belső kereslet gyenge, és a gazdaságnak még mindig a leggyengébb pontja talán a beruházási tevékenység, ahol szintén nem lehet trendfordulóra számítani. Közben örvendetes hír, hogy az infláció lefele indult, amivel együtt a jegybank is tovább tudja csökkenteni a jegybanki alapkamatot. A gazdaságpolitikában talán a legnagyobb fordulat idén az lehet, hogy a gazdaságpolitika láthatóan sokkal toleránsabb egy gyengébb forint árfolyammal szemben, és ezt már most januárban elkezdték árazni a tőkepiacok.